estét kívánok! Ez az aktuális. Herceg Tamás országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásában a Békéscsabai Szakképzési Centrumról és annak fontosságáról tett említést. Többek között erről beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, a nézőket is üdvözlöm! Mi volt a parlamenti felszólalásának a lényege? Ebben a parlamenti felszólalásban valóban a Békéscsabai Szakképzési Centrumról beszéltem, a meghatározott időkeretek között én szerettem volna egy szélesebb szövegkörnyezetben beszélni a képzésről, a munkanélküliségről, a munkahelyteremtésről, de ugye meghatározott házszabály szerinti hozzászólásokra van lehetőség, úgyhogy leginkább valóban a szakképzési centrumra fókuszáltam, amely ugye 2015-ben jött létre abban a formában, ahogy most működik, és az elmúlt időszak azt bizonyította, hogy sikeresen tudja teljesíteni, mondjuk úgy, hogy a társadalom és a gazdaság által támasztott elvárásokat, és így, hogy ugye van a gimnáziumi rendszer, vannak gimnáziumok itt Békéscsabán is, és a szakképzés, illetve a technikumi képzés, ez a paletta, ez kellő lehetőséget biztosít a Békéscsabán, Békéscsaba környékén, vagy akár messzebb jövő diákok számára is, hogy megfelelő körülmények között is megfelelő tudást szerezve tudjanak tanulni. Azért mondom, hogy megfelelő tudást szerezve, mert hogy a Békéscsabai Szakképzési Centrum minősítését is egy nagyon széles skálán tudjuk értelmezni, és azt is hozzátehetjük, hogy a gimnáziumaink közül ugye 2 van a legjobb 100-ban Békéscsabán. tehát oktatás szempontjából, köznevelés, szakképzés szempontjából azt mondhatjuk, hogy Békéscsabán mi jól állunk. Jól állunk abból a szempontból is, hogy a jelentkezők számát tekintve, ugye most a szakképzési centrumban látjuk, hogy hány hallgató jelentkezés történt. Ha ezt visszavetítjük, vagy összehasonlítjuk az elmúlt évek tendenciáival, akkor azt látjuk, hogy az a jelentős létszámú, a 8 szakképzési centrumos tagintézményben jelentkező diákok száma, az azt igazolja, hogy kapós az intézmény, és olyan kiváló eredményeket ér el, amik azt biztosítják, hogy megfelelő munkaerőpiaci utánpótlást legyen itt Békéscsabán. Ezt egyébként a foglalkoztatással kapcsolatos számadatok is igazolják, hogyha az elmúlt 5-6-8 évnek a tendenciáit tekintjük, akkor azt látjuk, hogy egyrészt kevesebb számszakilag is kevesebb a 25 év alatti munkanélküliek, álláskeresők száma, és az álláskeresőkön belül a 25 év alattiak arányszáma is csökken. Ez is azt igazolja több más szempont mellett, tehát hogy hányan maradnak benne a képzőintézményben, a szakképzési centrumban, akik elkezdik a tanulmányokat, hányan fejezik be a 3 éves, illetve az 5 éves képzést, milyen arányban veszik fel a jelentkezőket, milyen az intézmény digitális ellátottsága, milyen az oktatói létszám, és még jó néhány szempontot figyelembe veszünk, akkor joggal mondhatjuk, hogy az első 4-5 között van országos szinten a Békéscsabai Szakképzési Centrum, és az a számadat, ami azt igazolja, hogy több mint 90%-át fölveszik egyes szakokról a jelentkezők közül felsőoktatási intézménybe a közgéből, ez pedig egészen kimagasló, ugye a hasonló intézmények közül a Széchenyi István két tanítási nyelvű iskola ugye a negyedik a top 100-as ranglistán. A Keri a közelmúltban ünnepelte 70 éves jubileumát, illetve azt, hogy 20 éve vették fel Cvak József nevét. A jubileumon ön méltatta az iskolát, melyek a legfőbb értékei? Így van, ugye ez a tagintézmény is a szakképzési centrumhoz tartozik. Vannak olyan adataink, kimutatásaink, amik alapján láthatjuk, hogy azok a tanulók, akik a Cvakban, korábban Keriben végeztek, illetve oda jártak, hogy milyen eredményeket érnek el az országos tanulmányi versenyeken, vagy az országos szakmai versenyeken, és több más tagintézménnyel együtt az állapítható meg, hogy kimagaslóan jó eredményeket érnek el, és amikor volt ugye ez a jubileum, akkor láthattuk is azt, hogy országos vagy nemzetközi szinten is elismert szakemberek, a vendéglátás kiváló szakemberei végeztek korábban a Keriben.
És az, hogy a CVAK Unikum NRT-vel van egy együttműködése a sulinak, ugye az pedig azt eredményezi, hogy évről évre a CVAK Unikum NRT jelentős mértékben támogatja az iskolát, támogatja a diákokat, támogatja az intézményben folyó tehetséggondozást, és emellett ugye most két olyan tanterem átadására került sor, ahol az informatikai képzést lehet majd hatékonyabban jobban végezni. Szintén a közelmúltban egyeztetett nem csak középiskolai igazgatókkal és intézményvezetőkkel, a köznevelési intézmények helyzetéről. Erről mit lehet tudni ezekről az egyeztetésekről? Igen, ugye ezek a konzultációk, egyeztetések, párbeszédek, ezek nagyon régóta folynak a korábbi években is számos alkalommal ültem le, részben intézményvezetőkkel, részben oktatókkal, tanítókkal, tanárokkal egyeztetni arról, hogy mi újság van a köznevelési intézményeinkben, szakképző intézményeinkben, és most az elmúlt hetekben is történt ilyen, részben tehát az alapfokú oktatásban, tehát az általános iskolában, általános iskoláinkban lévő helyzetről egyeztettünk néhány héttel ezelőtt, és most a napokban pedig a gimnáziumok szakképzési centrum tagintézmények igazgatóival beszélgettünk. Nagyon sok téma jött elő, de a leginkább a beszélgetéseinket, ezeket a kerekasztal beszélgetéseket dominálta a béremelés kérdésköre. És ott azt ezeken a beszélgetéseken azt lehetett megállapítani, az az általános vélemény alakult ki, hogy nyilvánvalóan szükségszerű, én azt mondom kötelező, indokolt és egy természetes elvárást kielégítő döntés volt az, ami alapján jelentősen nőtt a köznevelési intézményekben, a szakképzésben dolgozó oktatóknak, tanítóknak, tanároknak a bére. Ellenben nagyon sokszor ugye szoktuk mondani, hogy az ördög a részletekben rejlik, ugye, tehát, hogy van néhány olyan idézőjeles apróság, ami hogyha tudunk finomítani, pontosítani, jobban célozni, akkor talán még, mondjuk úgy talán igazságosabb, hatékonyabb tud lenni ez a béremelés, és csak hogy tényleg, hogy néhány apró példát mondjak, illetve az talán nem apróság, hogy nagyon örültem annak, hogy eleve a jogszabály próbálta azt előírni, hogy legyen intézményvezetői felelősség az ügyben, hogy lehessen differenciálni a béreket. A bérdifferenciálással kapcsolatban az intézményvezetők többsége azt mondja, hogy nagyobb, szívesen veszik, hogyha nagyobb felelősségük van ez ügyben. Ugye? Ez tehát a következő évben esedékes béremelésnél mindenképpen figyelembe vendő, miképpen az is, hogy a tanárok, tanítók továbbtanulásával, képzésével kapcsolatos feltételrendszert hogyan alakítsuk egy kicsit kedvezőbben a pedagógusok számára, hogy a pedagógiai, az oktató munkát segítő kollégáknak a helyzetét a mostanihoz képest jobban rendezzük, és még néhány olyan kérdés vetődött fel, amiről én úgy gondolom, hogy van esélyünk arra, hogy az újabb béremeléskor érdemű változás legyen ezen ügyekben. Ugye a közösségi díj elnyerésére ismét lehetőségük van a civil szervezeteknek. Azok kedvéért, akik esetleg nem ismerik a közösségi díj miértjét, létrejöttét, röviden mondjuk el, hogy mi is a közösségi díj, illetve hol tart ez most jelenleg? Igen, néhány évvel ezelőtt hoztam létre ezt a díjat, mégpedig azért, mert hogy én úgy gondolom, hogy az életünket a részben a család, részben a munka és még néhány más területen kívül a közösségek határozzák meg, a közösségek határozhatják meg, jó esetben a közösségek is meghatározzák, ugye. És a civil szervezet, a csoportok, klubok, közösségek, a jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, ugye, ha jól működnek, akkor hatással, pozitív hatással vannak ránk, akik tagjai vagyunk ezeknek a közösségeknek, vagy pedig abban a lokális, abban a helyi térben fejtenek ki pozitív hatást, ahol dolgoznak, akár úgy, hogy mondjuk egy egész településre nézvést, vagy még szélesebb körben, vagy pedig
egy olyan célközönség számára, célközösség számára nyújtanak valamiféle segítséget, akik ezt örömmel tudják igénybe venni. És hogyha vannak jó közösségeink, akkor úgy gondolom, hogy az életünk attól jobb, élhetőbb, jobb minőségű, hát életet élhetünk, ugye. Ezért hirdettem meg 3-4 évvel ezelőtt a közösségdíjat, és most is folyamatban vagyunk ezügyben, tehát hogy lehet pályázni a Békés Csabán civil szervezeteknek, illetve a választók kellett további településein és Pusztaföldváron, ahol a gyermekkoromat töltöttem, szóval, hogy a közösségdíjra a helyben élők adhatnak le a javaslatot, részben elektronikus formában, ugye a hercegtamas.hu oldalon lehet szavazni, illetve papír alapon a kis településeken, vagy a kisebb településeken a polgármesteri hivatalokban, Békés Csabán pedig a Csabagyöngye Kulturális Központban, a főépületben, illetve a tagintézményekben is. Úgyhogy azok, akik elnyerik majd ezt a díjat, egy emléklakettel időzőjelben gazdagodhatnak, és némi a képviselői tiszteletdíjamból fölajánlott támogatással, anyagi segítséggel is. Békés Csabán új alpolgármestert választottak. Hogyan értékeli ezt a folyamatot? Ezzel a döntéssel helyreállt az önkormányzatban az SMS, tehát a szervezeti és működési szabályzat szerű működési rend. Ugye a jogszabály úgy fogalmaz, hogy észszerű határidőn belül kell, ha valami nem várt körülmény történik, akkor észszerű határidőn belül kell helyreállítani ezt az SMS-szerű működési rendet. Ugye Hanó Miklós alpolgármester úr sajnálatos halála miatt fölborult ez a rend. A mostani rendkívüli közgyűlésen Palánc Györgyöt igazgatórat, aki egyébként oktatási tanácsnoka volt eddig is a testületnek, alpolgármesterré választotta a testület. Én azt remélem ettől a döntéstől, hogy hatékony, jó munkát tud végezni a testület is, és Palánc alpolgármester úr is. Gratulálok egyébként neki, és tényleg azt kívánom, hogy hatékonyan, eredményesen tudjon dolgozni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Ez volt az Aktuális. Legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!